Az elmúlt hét adatai alapján Nyíregyháza és vonzáskörzete is átlépte hivatalosan a járványküszöböt. Ugyanis nagy mértékben emelkedett az influenza-szerű megbetegedések száma a térségben. Azonban ez nem mondható el minden megyei településről, emelte ki a megyei tiszti főorvos. Mi az a járványküszöb? Ez a 100 000 lakosra hányan betegednek meg, és ilyenkor, hogyha a járványküszöböt átlépjük, akkor 150 megbetegedés jut mondjuk 100 000 lakosra. Ez nem az influenzáról szól, illetve nem csak az influenzáról, ez az influenza-szerű megbetegedésekről. Tehát ennek megvan egy kategóriája, ami alapján besorolják a betegeket ebbe a csoportba. Ez egy viszonylag nagy halmaz. És ebből a nagy halmazból tud kijönni az, hogy a vizsgálatok, tehát nem csak a klinikum, hanem a labor is mennyiben támasztja alá a felvetett diagnózist. Jelenleg az országban az influenza B csoportja terjed gyorsan, nem pedig az influenza A. Ez utóbbi akár világméretű járványokat is tud okozni. A gyógyszertárakban, illetve a házi orvosoknál található oltóanyagokban megtalálható az influenza B csoportjának ellenszere. Azonban most már a védőoltások beadatása fokozott óvatosságot igényel. Akkor szabad ugye az oltást igazán beadatni, hogyha tudjuk magunkat egy kicsit távolabb tartani a tömegektől, illetve hogyha nem vagyunk olyan közegben, hogy esetleg még pluszba fertőződhessünk más vírussal is. Tudnék, ugye a szervezetnek ez egy reakciója, amit mi kiváltatunk az oltóanyaggal, és elkezd védekezni, arra termel ellenanyagokat. Na most, hogyha közben megbetegszik esetleg nem csak influenzával, hanem más vírustörzsekkel is, akkor esetleg jobban megviseli a szervezetét. Tehát csak akkor igazán érdemes járványban oltani, hogyha az illető azért ezt meg tudja oldani, hogy ilyenkor tömegekbe ne menjen, illetve szoros kontaktust emberekkel ne nagyon teremtsen. A megyei tiszti főorvos kiemelte, jelenleg a legfontosabb, hogy próbáljuk megelőzni a megbetegedést, használjunk gyakrabban szappant és kézfertőtlenítőt, ezzel is segítve szervezetünk higiéniai biztonságát. A nyálkahártyát is lehet védeni helyileg különböző gyógyszertárakban kapható oldatokkal. A házi praktikák közül pedig a sok C-vitamin és fokhagyma fogyasztását javasolják a szakemberek.